Több kérdés is felmerült a pénteki értekezleten, melyet a veszélyhelyzet miatt hívott össze Eger és Térsége országgyűlési képviselője. Nyitrai Zsolt megemlítette az idősek védelmében hozott országos javaslatokat, emellett pedig Eger és a környező települések polgármestereivel, valamint az illetékes hivatalok szervezetek vezetőivel tanácskozott a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében hozott megyénket érintő intézkedésekről. A polgármesterek részéről több felvetés fogalmazódott meg, amelyet én továbbítani fogok az operatív törzs irányába, hiszen ezek az ország más területén is felvetődhetnek. Volt, aki arról érdeklődött, hogyha egy településén élő polgár olyan országban dolgozik, ahol erősebb a koronavírus helyzet és ingázik hazajár, akkor mi a teendő? Itt felhívtuk a figyelmet a különböző meglévő szabályokra és intézkedési tervekre. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón dr. Pajtó Gábor kormány megbízott kiemelte, megyénket eddig elkerülte a vírus, nem volt fertőzött beteg, és felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy csak hiteles forrásból tájékozódjon. Semmilyen álhírnek nem szabad felülni. Két honlapot jelöltem meg, és a Védelmi Bizottság titkárságának is az e-mail címét rendelkezésre bocsátottuk a polgármestereknek, tehát ha bármilyen a településhez kapcsolódó kérdésük, észrevételük van, azt akkor mi koncentráltan begyűjtjük és meg is fogjuk válaszolni. A kormány megbízotta az operatív törzs által működtetett www.koronavírus.gov.hu oldalt, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalát a www.nnk.gov.hu-t ajánlotta. Dr. Vácit József, a Markot Ferenc Kórház főigazgatója a jelenlegi intézkedésekről számolt be a polgármestereknek és a megjelent vezetőknek, melyek közül a legjelentősebb a teljes látogatási tilalom és annak kezelése. A látogatási tilalom intézményén túl mindent megteszünk annak érdekében, hogy a betegek biztonságban legyenek, hogy a kórházi körülmények között ne kapjanak semmilyen körülmények között koronavírus fertőzést. A kórház rendelkezik megfelelő 30 napos gyógyszerkészlettel, rendelkezik megfelelő 30 napos védőberendezéssel, fertőtlenítőszerrel. Mint mondta, a tapasztalatok szerint a lakosság betartja és komolyan veszi az intézkedéseket. Az egyeztetésen elhangzott rendkívüli jogrend van érvényben ma Magyarországon, éppen ezért kell együttműködni az emberek védelme érdekében.